Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Először megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Ezt mutatja itt ez a kártya. Itt láthatóak az érmék. Ezek lehetnek anyagi dolgok, hogy rendeznie kell az anyagiakat. Az érmék összefüggésben állnak a munkával, a hivatással, tehát ez is foglalkoztatja őt. Az anyagiak, a munkája, munkahelyi dolgok. Az érmék jelenthetik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, vagy ő elvárja azt, hogy mások értékeljék őt. Ezen a képen a múltról is szó van, és látható, az egyiknek van valamilyen, a másiknak kevesebb, és a harmadik az gazdag vagy jólétben él, tehát az érmék így különböző helyzetekre utalnak. Egy érem. Itt kettő, itt az előtérben pedig három. Ez a kártya jelenti az igazságtalanságokat is. Vagy azt, hogy valaki kihasználta őt anyagilag, vagy vannak munkahelyi problémák, ahol nem kapja meg az elismerést. Ami a párkapcsolatot illeti, lehet, hogy ő átélte ezeket az igazságtalanságokat, és itt megvannak az emlékek a múltból, hiszen ezen töpreng. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Mindkét képen a kelyhek láthatóak. És a kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt az érzelmi világában, hiszen érzi azt, hogy megvan köztetek, ez a kapcsolat, az érzelmek, a szeretet vagy a szerelem. Ez a kép utal a múltra is, vannak emlékek, olyan romantikus a hangulata. Amit a másik kártya jelent, az az ő álma, vagy az álmai, hiszen több kehelyről van szó. Ha megvan a hite abban, hogy ez az álom megvalósul, akkor lesz közeledés, kimutatja az érzelmeit, viszont ha ő ezt nem tudja elképzelni, mert úgy gondolja, ebből úgysem lesz semmi, vagy azt hiszi, hogy te nem szereted őt, vagy vannak félelmek, hiszen itt látható, hogy a múltban sok igazságtalanság érte, és ez tudatos nála, hiszen ez a gondolata. Lehet, hogy akkor itt megjelennek a félelmek, bizonytalanságok, ő gondol rád, álmodozik rólad, de ha nem mer lépni, akkor csalódottnak érzi magát, sőt, lehet, hogy úgy is gondolja, megint igazságtalanság ér engem. Mit fog tenni? Összeszedi a bátorságát, hiszen itt látható egy találkozás és a szerelem, de azt is látjuk a képen, hogy valaki figyel benneteket a háttérből. Itt egy nő látható a kártyán, de mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, előfordulhat, hogy itt egy férfiről van szó. De valaki féltékeny, vagy irigy, valaki figyelget benneteket. Lehet, hogy ő ezt is érzi igazságtalannak, tartja ezt a helyzetet. De itt látható, hogy lesz közeledés, van egy utazás, egy lelki út kettőtök között,
az is lehet, hogy ő a távolban él, és meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás. Sőt, előfordulhat az is, hogy tervez veled egy közös utazást. És mi köt össze benneteket az itt látható középen? És itt a csillagok szerencsét hoznak. Azon kívül minden úgy fog alakulni, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt meg kell, hogy legyen a bizalom, ez a hit. Nála vannak még bizonytalanságok, mert ő igazságtalanságokat élt át a múltban, de közeledni fog, hiszen látható az utazás, a találkozás, és a csillagok azt is jelentik, hogy a megfelelő időpontban a megfelelő helyen lesztek. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!